Na, itt is egy szituáció, ahol eltereltük magunkat. Ugye a 8-osok kéne 9-eset terelni, ugye bármilyen egy, már két egymás utáni golyónál van ilyen szitu, és hát ugye ide kellett volna terelnem, valószínűleg egy ilyen szöget, és akkor tudtam volna menni a fehérrel egy fal, és itt megállni 9-esre. Vagy cső is jó lett volna, ugye, stoppal, kicsit továbbgurítással, sőt, még egy, talán egy ilyen szög is jó lett volna, és akkor pedig ugye egy falról vissza. Na most hát elég vékony állásom maradt, és az természetes útja a fehérnek jobbra visz. Tehát elmegy a fehér. Úgyhogy ilyenkor ugye arra kell figyelni, hogy merre fog menni. Szóval behúzom a 90 fokot, ugye kimérem, és megnézem, hogy a sima stop, a sima 90 fok hova vezet, azt mondja elfelé, aha, egy kicsit a lyuk felé megy, úgyhogy nézzük jobb alsó, azt mondja jobb alsó, ugye itt pattam valahol, és szépen erre felé kikerüli a lyukat. Itt az a nehézség, az a kockázat, hogy a lyukat itt kikerült mindenképpen. Tehát egy jobb közép, jobb alsó szépen erre jön, kikerüli a lyukat, és a jobbos miatt ugye megpörög, és jön vissza jó helyre. Ezt is gyakorolnod kell. Jó nagy tempó kell, tehát jól át kell szúrni, és jobb közép, vagy jobb alsó szépen átszúrva. Jó sok jobbossal. És nézd, már kikerült a lyukat, ott is kikerült a lyukakat, és gyönyörűen jön. És lényegében innentől akárhol megállhat. Itt is jó, itt is jó, itt is jó, hatalmas területed van. És itt pedig egy sima buri. Úgyhogy ilyenkor is, hogyha eltalálod magad, mindig gondolkodj mentőlökésen, és ez megoldotta a problémát. A következő szituációban eltereltük magunkat. Ugye egymás után következő golyók vannak, és a 8-assal, a 9-assal, hát ide kellett volna terelni, a fehéret vagy ide. És a kettő közé kerültünk. Nagyon vékony esés, ugye ilyenkor elszalad a fehér. Tehát a fehér ugye alig koccan a 8-assal, a lendületéből, mozgás energiájából szinte semmit nem veszít, és rohan tovább, neki a falnak vissza. És itt meg annyira vékony találat jön a 9-essel, meg hosszú, hogy hát nem tudjuk itt tartani. Nem tudjuk itt tartani a 9-esen. Sokkal megpróbálják ilyen lassan válszorogva lökni, de az meg nem jó, főleg nyesésnél ne lökjél lassan válszorogva, mert kihagyhatod. Ugye nem lesz pontos a célzás, nem lesz pontos a kilökés, úgyhogy ne nagyon fékezd a golyót. Inkább dinamikusan átszúrjuk, jobban átszúrjuk, és körbevezetjük. Bal felső. A síber ugye itt pattan, balos megpörgeti, egy fal, két fal, megint pörög, harmadik fal, negyedik fal, és jön vissza erre a területre. Jól át kell szúrni, hogy körbe jöjjön. Arra figyelj, hogy mennyi valós traksz bele, hogy ugye nehogy essen abba a lyukba. Tehát ezt ki kell gyakorolnod, hogy melyik szögnél, melyik a golyó melyik helyzeténél esik majd a lyukba. Jó, ez egy mentőlökés, ami nehezebb, de meg kell tudni lökni ezt is. Bal felső. Szépen átszúrtam, és gyönyörűen jön a másik irányba. És aztán guri. És akkor így körbevezettük, és meg tudtuk oldani a problémát. Tehát amikor eltereled magad, ne ijedj meg, mindig keresd a mentőlökés. Néha körbe kell menni az asztalon, és lehet, hogy nehezebb, de kihúz a csávából. A két egymás utáni golyót a rövid fal mellé raktam. Teljesen rövid falnál vannak, hogy itt az a veszély, hogyha vékony találaton van, akkor a fehér az a falról azonnal kilő. Tehát itt most eltereltem magam, hát körülbelül ide kellett volna terelnem, hogy itt maradjak, ugye guri, kijövök ide, és akkor a 9-esbe tudom lökni. De így, ha most ezt bevékonyozom, akkor a falról a fehér azonnal kilő, és hát egy körülbelül itt fog megállni. És nem tudom ott tartani a 9-esre. Ilyenkor a megoldás vagy a dupla tempó, ugye, tehát jó erősen átszúró egy fal, két fa és vissza, de ugye itt nagyon megjáratom a fehéret, tehát nagy útvonal lesz, úgyhogy nem tudhatom, hogy merre fog jönni, itt esetleg valamelyik lyukba leesik, úgyhogy valamikor azt fogod találni, hogy nem a dupla tempó jobb, hanem a kontra. Ugye a kontrával azt mondja, jobbra nyessem, azt mondja, hogy jobb forgató, nehezebb végrehajtani, de így itt tudom tartani a fehéret, kevesebbet fog menni a fehér. Egy jobbos teszek bele, és megpróbálom itt tartani a fehéret.
Jó, tehát egy jobb felsővel. Ezt is gyakorolod. És akkor szépen átjöttem, ugye a falról lekattantam, és még jó helyen álltam meg a 9-eshez. Tehát most a kontra, azaz a belső forgató húzott ki minket a rossz helyzetből. A következő helyzetben is eltereltem magamat. A 8-asra a 9-esre kell terelni, ugye, vagy bármilyen egymás után, két egymás után golyó. És itt ennek a golyónak erre az oldalára kellett volna állnom. Szépen a bal oldalára. Belököm, fal, és gyönyörűen kiállok a következőre. De elterettem magam, rossz oldalon vagyok, a jobb oldalon. Ilyenkor ugye körbe kell vezetni, bal felsővel. Ugye ilyenkor nincs olyan nagy összög, el tudok menni két falról, bal felsővel, csak vigyáznom kell, hogy ne túl nagy tempóval, mert elszalad. Jó, kisebb tempó, de azért átszúrva. Ha nagyon nagy tempót lökök, akkor ugye elszaladt volna a fehér. Így még nem. Szuper. Most ugyanazt a szituációt raktam föl, csak a 8-ast egy kicsit lejjebb vittem, tehát közelebb a rövid falhoz, és hát vékonyabb a szög. De ilyenkor, ha vékonyabb a szög, nagy nyesés kell, akkor el fog szaladni a fehér. Tehát neki megy a falnak, annak a falnak is, és nagyon visszajön. Tehát nem tudom itt tartani a 9-esen, nem tudom, hogy el fog jönni ide alulra. És innen meg már nagyon hosszú találtom van. Ne próbáld meg ilyenkor sem fékezni. Tehát ne elők ilyen lassan bánszorogva, mert akkor ugye nem ez stabil a kilökésed, és elronthatod, kihagyhatod a nyesést. Úgyhogy ne lökjünk soha lassan. Főleg idegen asztalon, amit nem ismerünk még annyira. Hanem jól szúrjuk át, stabilabb lesz a kilökés, átszúrjuk, és jobban szúrjuk át. Egy fal, két fal, menjen át a harmadik falra, itt fog körülbelül pattanni, negyedik fal, és jöjjön ki ide, az asztal közepére valahova. Itt veszély, hogy leesik a jobba, tehát nézd meg, hogy a golyó szituációjától, meg a szögtől függően, hogy mekkora balosnál, mekkora sívernél fog esni, úgyhogy szépen jól átszúrom, zárt nyereggel. A felső. És szépen jön, és gyönyörűen meg tudtam közelíteni a 9-est. Szuper. Jó, még kicsit túl is lögtem, nagyobb tempó volt, azért még kezelhető volt a dolog. Tehát ilyenkor is ne féljünk megjáratni a golyót, ha a természetes útja miatt messze fog érkezni.